Jó estét kívánok! Itt az Egyenes Beszéd, az a bizonyos szerda esti, és szerda este Lendvai Illikót köszöntöm először a stúdióban. Jó estét kívánok! Azt mondja, Megyesi Péter az Indexnek nyilatkozott jó hosszút, és megkerestem 2014-es választások előtt, pontosan ugyanezt tette, és pontosan ugyanezt történt. Emlékszem. Ugyanaz az Indexben, ha élet. Ugyanígy. Igen. Tehát szinte kettőt egymás mellé lehet rakni, kopírozni. Szóval azt mondta az Indexnek, hogy Orbán győzni fog, csak a többség mértéke a kérdés jövő választásokon. Egyetért vele? Most egy olyan félmondatot mondok, amiből úgy fog kinézni, hogy ez a kötelező félmondat, de nem. Én tisztelem Megyesi Pétert, sőt, még kedvelem is, ez benne a plusz. Ez ma nem divat szocialista körökben. De én mégis így vagyok vele, egy kellemes, okos embernek tartom. Ennek az interjújának azonban nagyon nem örültem. Nem egyszerűen ezért a mondatért. Ó, van itt még egy csomó, majd végigszaladunk gyorsan. Igen, van, rajta. Aminek jobban nem örültem. Ezt még értettem, ő most nyilván úgy gondolja, hogy az elemző pozíciójában van már, és nem a résztvevőben, ő így látja. Persze nem örültem, mert az ilyesmi lefegyverez, de én nem is érzem magam az elemző pozíciójába, én nyilván küzdök, ahogy tudok. Aminek ennél jobban nem örültem, mint egy ilyen típusú jóslatnak, az volt, amit a Jobbikkal kapcsolatban mondott. Nem mintha nem hallottam volna már ilyen véleményt ellenzéki körökben is, hogy de nincs mese, a Jobbikkal is össze kell állni. Még értem is, hogy ebben az a keserű vágy van, hogy megszabadulni az Orbán kormánytól, de annak nagyon nem örültem, hogy egy ilyen tekintélyes és okos ember mondja ezt, és még túl is lép ezen a spekulatív megjegyzésen, hogy hát talán a Jobbik is, hanem azt is mondja, hogy közösen is lehetne akár velük. Kellene egy közös minimum program. Ami mentén lehetne kormányozni. Hát nagyon érdekes, hogy szól egy minimum program. Hétfőn a Jobbikkal együttműködési megállapodást kötött 64 vármegye, ráhúzza a szemetes zsákot, hornyul a szobrára, és kedden mi megleszethetjük, és szerdán megint ők jönnek. De hogy hát szerdán is... ráhúzhatják Szálasiéra, vagy Hortiéra. És akkor ez így jó lesz ennek az országnak? Hogy hát rengeteg szobrot ismerünk még nagyon rövid idő alatt. Pontosan így van, keserű az irónia nyilván, hogy ezt kezeljük, de ez az országban amúgy is dúló kulturális polgárháborút, ha szabad, vagy ideológiai polgárháborút besűrítené egy ettől működésképtelen kormányba, és kijönne vissza akkor 3 perc múlva a Fidesz, méghozzá megerősítve magát talán egy Európai Uniós helyesléssel is, hiszen az unió magja nagyon nem szokott örülni a szélső jobboldali, vagy jobboldali radikális Jobbikhoz hasonló pártok. Megmondhatná a Fidesz, hogy na, ugye mi vagyunk az egyetlen kormányzóképes társaság, hát most ezek itt megjelentek pontosan, mindannyian. Pontosan. MSZP-től, a DK-től, a Jobbikig, és lám. Tehát minden tiszteletem ellenére azt mondom, hogy ez egy öngyilkos stratégia, és ezért nem örülök. De sokan neki. Mondják ám ezt, ugye tudja? Tudom. És olyanok is mondják, akik elkötelezett ellenzékiek, és nem jobbikosok. DK közeliek, MSZP közeliek, hogy nincs más út. Én is találkoztam már, akár Facebookon, akár fórumon, hogy de hát, ha meg akarunk szabadulni Orbántól, akkor el kell fogadni a Jobbikot. Akarhat annyira az ellenzék megszabadulni Orbántól, hogy el tudja fogadni a Jobbikot? Tehát van az a nem, helyzet, amikor ez a cél, ez tényleg felülír mindent? Mert már a kérdés is nem a magáét, hanem ami sokszor elhangzik, pontosítanám. Mi nem Orbántól, egy személytől akarunk megszabadulni, hanem az Orbán nevével fémjelzett rendszertől. Egymás nélkül létezik ez a kettő? Lehet, hogy Orbán nélkül nem létezne, de a Jobbikkal, a Fideszben, de a Jobbikkal létezne. Ha megnézzük a legfontosabb vitapontokat, amiben a kormány és a demokratikus ellenzék áll, akkor azoknak a vitapontoknak a többségében, megengedem a korrupciót kivéve, de hát azt ellenzékből könnyű szidni, a Jobbik a kormány álláspontjában. Paks. Mit kezdene egy ideiglenes kormány Pakssal? A Jobbik helyesli az orosz hitelből építendő Paksot, ezt nem csak a 14-es programjába írta bele, hanem én magam augusztusban egy rendezvényen hallottam Gyöngyösi Mártontól, hogy igen, ők ezt folytatnák és helyesnek tettnek. Ennek a kormánynak, képzeletbeli, soha létre nem jövő közös kormánynak majdnem az első kérdése volna, hogy mit kezd a nemzetközi szerződésekkel. Hogy viszonyulnánk az Európai Unióhoz? Mit csinálnánk a Jobbik remek ötletével, hogy az igazságszolgáltatásban legyen legitim büntetés a kémiai kasztráció? Mit csinálnánk a családi pótlékkal, amiről a Jobbik azt mondja, hogy a 3. gyerek után, nyilván cigányokra gondol, ezt muszáj nekem kimondani, ha ők nem mondják, már ne járjon
szépen pénzben családi pótlék, csak az adóból lehessen leírni, nyilván, mert szegény ember már a harmadik, negyedik gyereket nem tudja leírni az adóból. Mit csinálnánk a szakmunkás képzéssel, amiben a Jobbik ugyanúgy ki akarta vonni a közismereti tárgyakat? Mi lenne a civil szervezetekkel? Az első törvényjavaslatot, ami javasolta ügynöknek megbélyegezni a Soros által is támogatott civil szervezeteket, sőt, kiutasítani kezdeményezte őket az országból, ezt nem a Fidesz tette, ez 14-ben Jobbikos képviselő Hegedűs Lóránté nyújtott. Ó, de hát azóta ez a Jobbik, mint tudjuk, Európa párti lett, Európai Uniós javaslatai vannak. Ennek a Jobbiknak az alelnöke alapította meg azt a 64 vármegyét, aminek hát ezt a szoborgyalázó, embergyalázó, halottgyalázó tettét, éppen halottak napja előestéjén jutott a kedves eszükbe. Tehát ezt a szervezetet Toroczkai alapította, és nem arról van szó, hogy mára megigazult, azt az együttműködési megállapodást, amit még 2010 előtt kötöttek ezzel a szervezettel, és még néhány más hasonlóan cifra szélsőséges szervezettel, máig nem bontották fel. És maga hallotta a Cukisodó Vona Gábort egy rossz szót szólni például erről a szoborakcióról? Ugyanennek a szervezetnek a rendezvényén ugyanez a Toroczkai még idén is részt vett a kitörés napjai rendezvényen hivatalos minőségében. Hol vannak itt a cukik? Szavakban. Viszont van az MSZP-nek egy hivatalos közleménye ez ügyben, és abban engem meglep, hogy kijelentő módban kezelik tényként gyakorlatilag, hogy egy tolvajmilliárdos pártja, hát nem kérdés, hogy kire gondolnak, biztosak abban, hogy az önök által tolvajmilliárdosnak nevezett Simicska Lajos pártja a Jobbik? Tehát ezt ki lehet így mondani, kijelentő módon? Ezt én is nyugodtan kimondhatnám, tudnék, nem is titkolja. Tudnék, nem is titkolja, hát Simicska saját fia. Hát csak a vonzalmát titkolja, de a Jobbik mindig tiltakozik. Hát az ellen tiltakozik, hogy anyagi támogatást kapna, nem is kell neki cashben kapnia, hát az azért kiderült, más kérdés, hogy a Fidesz se jobb a Deákné Vásznánál a plakát törvényvitában, de ott azért feketén-fehéren kiderült, hogy azokat a plakát helyeket nevetséges áron kapták, ez egyfajta anyagi támogatás. Akkor más nagyon kérdés, leegyszerűsítem? Hogy a Fidesz is úgy kapta annak idején. Nagyon leegyszerűsítem, azt mondom, hogy amit Megyesi Péter javasol, az voltak éppen Simicska kezeibe hajtana az ellenzéket? Azt gondolom, hogy Megyesi Péter nyilván nem ezt akarja, de amit javasol, annak lehetne ez az objektív következménye, és én nem gondolom, hogy jobb szeretnék egy olyan országba élni, ahol Simicska Lajosnak hívják Mészáros Lőrincet, mint a maiban. Az MSZP-ben megszoktuk, hogy olyan nagyon nagy egység általában semmilyen kijelentő mondat mögött nincs. Hát ezt tapasztaljuk az elmúlt hónapokban. Ja, és amit előbb elmondtam, ebben egyetértünk. Na ezt, tehát emögött teljes egység van? Nincs kibeszélés, mellé beszélés, egy kicsit. Sok mindenfajta vitát hallott kimenni, de politikai testületből, MSZP-ből ilyen kijelentést még sugva, kiszivárogtatva sem hallhatott, hogy mi borzasztóan szeretnénk Simicska pártjával, de nem Simicska, csak az érdekes, hanem az Orbán rendszernek egy másik néven, másik változatát megvalósító párttal, vagyis a Jobbikkal közösen kormányozni. A miniszterelnök jelölt személyével rengeteget bajlottak az elmúlt 3-4 évben. Botkától kezdve Balázs Péterig mindenféle variációban, Latvan Tamás, most ezt hagyjuk is már ezt a történetet. De Szél Bernadett, amikor így kerül elő, mint az egyetlen lehetséges és potenciális jelölt Orbán Viktorral szemben, elgondolkoztatja önöket? Most kérdezem, mint az elnökségben, és aztán majd erről is beszélünk, helyet kapott Ledva Illikót, hogy van erről szó? Hát ami azt jelenti, hogy egyszer már voltam elnökségi ülésen, de nagyon megtisztelő természetesen az a lehetőség, hogy ott is beleszólhatok, nem nagyon új, mert azért a választmányon eddig is ott voltunk meghívottba, de a tárgyról beszélve. Erről a következő okokból nincs szó, és most megint úgy fog kinézni, hogy csak udvariasságban mondok egy fél mondatot. De folytatni fogom. Szél Bernadett tehetséges politikus, sokat ígérő. Én külön nőként nyilván örülök, hogyha egy női politikus rokonszenvű övelsz, bár nem ezt tekintem nyilván a nemet az elsődleges szempontnak, de úgy nem nagyon lehet a demokratikus, vagy sehogy sem lehet a demokratikus ellenzék közös miniszterelnök jelöltjének lenni, hogyha valaki nagyon határozottan és kategórikusan elutasítja a többi ellenzéki demokratikus pártot. Ne felejtsük el, amikor bent vagyunk a fülkébe, mi nem Szél Bernadettre, vagy X-re, vagy Y-ra
szavazunk, még csak nem is Orbán Viktorra, noha tudjuk, hogy mi a következménye, hanem egy pártot x-elünk be, akinek helyesen van miniszterelnök jelöltje. Elvárható az MSZP-s, a DK-s, a nem tudom milyen szavazótól, hogy akkor ő most az LMP-re szavazzon a saját pártja helyett, mert esetleg rokonszenvesnek is Szél Bernadett. Ez a konstrukció sajnos nem tud működni. Kell egy saját? Én jobban örülnék, hogyha nem egy párt saját miniszterelnök jelöltje lenne, hanem a végén még azokkal is, akikkel nincs közös listánk, meg tudnánk állapodni egy közös miniszterelnök jelöltben. Egyszerűen azért, mert az emberek szeretik látni, és igazuk van, a személyi alternatívát is. Tehát ott Orbán, amott vona, ki van a harmadik sarokban. Lehet azt mondani, hogy többen is, mert nyilván több alkalmas ember is van, de hát maga a média szakember nem egyszerűbb a befogadónak, hogyha pontosan tudja, hogyha ezek valahogy többséget alkotnak, akkor koalíció képesek, aminek hát mégiscsak van egy darab, mert társminiszterelnök nincsen. Jó, van egy partnerük, amely partner hát nagyon nem akar megnevezni miniszterelnök jelöltet. Ebből nekem az következik, hogy az ő miniszterelnök jelöltje Gyurcsány Ferenc, ami egy logikus dolog, majd jön mindjárt Gréci Zsolt is mosolyogva közül, hogy nincs döntése. Hogy nincs erre döntése a DK-nak, és mondom, hogy persze, nincs, mert tudjuk. De egyébként mindenkinek van valami. Hát az együtt azt mondja, neki jó a Karácsony Gergely a párbeszéd jelöltje, ilyen módon nekik is van. Lehet, hogy Gyurcsány Ferenc lesz az MSZP a végén. Tehát addig-addig folyik ez a dolog, amíg ott tartanak, hogy ő marad? Nézd, ezt nem tartanám szerencsésnek, mert azt föltételezem, nem tudom, de azt föltételezem, hogy a DK-n és MSZP-n túli körnek, és ezzel még az MSZP-n belüli véleményeket nem is ecseteltem, az ő miniszterelnök jelöltsége nem felelne meg. Nem biztos, hogy ugyanaz a véleményem róla, hát részt vettem a kormányzásban, mint mondjuk Szél Bernadettnek, de kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy az nem felelne meg. Ezért úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc is nem egyszerűen titkolózási mániából, hanem felelősségtudatból nem nevezi meg, vagy nevezteti meg magát, mint miniszterelnök jelöltet, mert őszintén remélem, hogy ő is, ahogy a többi lehetséges partnerünk is, tényleg az összes szavazótábor maximalizálására tör, és ezért olyan személyi politikát folytat, ami ezt lehetővé teszi. Én annak örülnék legjobban, hogyha a civil világ, a szakmai civil közéletet is ideértem, nem csak a hagyományos civil szervezeteket, akár tudományos élet, tudna javasolni ezeknek a pártoknak egy nevet. Balázs Péter nem ilyen? De lehetne, ő is ilyen, és lehetne. Arra most van elnökségi döntés? Hogy Balázs Péter legyen az MSZP miniszterelnök jelölt? Tehát nem, nincs ez a mondat ilyen módon kijelentő módban elhangzott? Nem, az én legjobb tudomásom szerint ez nem hangozhat el. Azzal együtt, hiszen ahogy Balázs Péter is többször elmondta, ilyen megállapodás nincs, plusz Balázs Péter érthetően és logikusan azt mondja, hogy ő több párt miniszterelnök jelöltjeként tudja magát elképzelni. Éppen ezért csak rosszat tennénk, hogyha az egyik párt azt mondja, hogy stip-stop, ő a miért. De hát a múlt héten már azt mondták. Nem egészen, azt mondta itt a kollégám, mert nézem a műsorát, úgyhogy csak vigyázzon. Nem Tóth Bertalan, hanem másnap azt mondta, azt hiszem, talán éppen Molnár Gyula, hogy döntés született, hogy felveszik a kapcsolatot Balázs Péter, és tárgyalnak. Igen, hát ez azért nem ugyanaz, pontosan. Hát nem. Abban az esetben, hogyha Balázs Pétert, még egyszer mondom, vagy más hasonló a jó nevet, mert az övé jó név, jó ellenpontja Orbánnak az európai kapcsolatban, nem mondom, hogy miért jó név. Tehát abban az esetben, hogyha valóban több párt el tudja fogadni Balázs Pétert, akkor mi is boldogan fogadjuk. De nem akarunk olyan helyzetet teremteni, hogy másoknak azért ne kelljen, mert úgy gondolják, hogy akkor ő egy pártember, vagy kizárólag egy párt jelöltje. Várjuk ki, itt én azt mondanám a lehetséges konszenzust, ha van ilyen, és akkor nevezzük meg azzal a kijelentő mondattal, amit magam mondom. Az aktuális Mikes Kelemenvel ez Árpád megírta a levelét, ilyenkor a fejét fogja, hogy már megint ez micsoda? Ugye ez egy belső levélnek is szállhatott levél, de hát aznap került ki a sajtóból, hogy megírta. Mindennek elmondja az MSZP-t, teszem hozzá, és Molnár Gyula pártelnököt.
Nem is pontosan értem, és hát mivel nincs itt természetesen, nem akarok feltétlenül negatív mondatokat mondani, de a jelenségről, egy emberről, de a jelenségről mondok. Úgy gondolom, hogy Velez Árpád, aki a mi frakció elnökségünk tagja, tehát az MSZP vezetésének is tagja, nem egyszerűen egy közkatona, közkatonánál se örülnék. Gondolom én, hogy azt tartja leginkább szem előtt, ami eddig közös célunk volt, hogy erősödjön a baloldal, és erősödjön benne az MSZP. Úgy gondolni, hogy ez a levél erősíti a baloldalt és az MSZP-t, azt hiszem, hogy nem lehet. És segélykiáltásként értelmezni, hogy annyira rossz felé mennek a dolgok, hogy neki muszáj felkiabálni a egészen úgy magasra. Gondolom, hogyha valaki vezető és úgy gondolja, hogy rossz felé mennek a dolgok, akkor próbáljon tenni ellene. Még egyszer mondom, én korábban nem voltam formálisan egyik testületnek, sem csak a választmánynak a meghívottja, de nem hallottam, hogy ez részéről megtörtént volna, és borzasztó kellemetlen, hogyha ilyenkor föltámad a gyanú, hogy akinek nem jut éppen körzet, vagy nem gondolja, hogy befutó lista helye lesz, az most egyből a politika egészét fogja kárkoztatni. Előre megsértődik? Nem akarom ilyennel vádolni a levélírót, de már az rossz, hogy ilyen gyanúk a sajtóban érthető módon megszólalnak. Nem jó, nem jó dolog, nem tett jót. Én szerintem, ahogy Árpád láthatta ennek a hatását, mert ő maga is visszaszívná ezt a levelet, örülnék, hogyha ennek nyilvános jelét is adná. Köszönöm az őszinte beszédet. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.